Jó napot kívánok, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat a Panda Rádió hullámosszán. Az elkövetkező negyed órában önkormányzati kérdésekkel foglalkozunk, de most az ellenzék szemszögéből. Stúdiunk vendége Tandari Zoltán, az UKROK községi összefogás polgárok csoportjának frakcióvezetője. Jó napot kívánok, Tandari úr! Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! És akkor az első kérdés természetesen még a múlt évre vonatkozik, 2016 választási esztendő volt. Az önök szempontjából ez az esztendő hogyan sikerült? 2016 a választások éve volt, nehéz időszakon vagyunk túl. A választások eredményeként mi, az UKROK községi összefogás polgárok csoportja, a második legtöbb szavazatot kaptuk a választásokon, több mint 2000 szavazópolgár bizalmát élvezhettük. És hogy mi történt ezután? Hát ezt előre már mi is megjósoltuk, és ez valójában be is következett. Felsőbb nyomásra, hatalmi szinteken összeállt a VMS és a haladó párt, és ők alakították meg Magyar Kanizsán is a kormányt. Önöknek esetleg lett volna olyan szándékuk, hogy amennyiben a VMS hajlandó lett volna rá, akkor a VMS-szel közösen megalakítani a községi hatalmat? Tehát vállalkoztak volna erre a szerepre? Az elmúlt időszakban a VMS nem tudott a községben bizonyítani, és úgy gondoljuk, hogy a párt politizálás, amit ők csináltak, ez nem a község érdeke és nem a polgárok érdekeit képviselték. Minden esetre valamilyen kompromisszumot biztos, hogy ki tudtunk volna dolgozni, és csak is a község fejlődése érdekében. Volt is egy ilyen javaslatunk, amit az új polgármesternek feltettünk, hogy mi szívesen elvállalnánk a község területén a turizmus és a gazdaság fejlesztését, és ehhez csak annyira lett volna szükség, hogy szabad kezet kapjunk ezekben a fontos kérdésekben, hogy meg tudjuk mutatni, hogy mi az, amit mi tudnánk esetleg változtatni, javítani, hogy a községünk fejlődésnek indulhasson. Mind a két terület, ugye hát a gazdaság az minden községben, vagy tartományban, köztársaságban is az egyik legfontosabb ugye pozíció, és hát Magyar Kanizsán a turisztika is nagyon fontos, tehát mégiscsak egy, itt van a gyógyfürdés, akkor Magyar Kanizsa egy bevételeinek egy része pont a turizmusból származik. Önök hogyan irányították volna akkor a gazdaságot, vagy pedig a turisztikát? Igen, fontos, de viszont azt tudni kell, hogy nem működik. Tehát eddig sem működött, és ilyen hozzáállással a jövőben sem fog működni. Mi javítanának akkor? Tehát azt tudni kell, hogy a mindenkori önkormányzat a gazdaságra és a turizmusra nagyon kis energiákat fordít. Tehát most ez lehet azért is, mert nem értenek hozzá, de valószínűbb az, hogy a pénzösszegeket, illetve a költségvetéseket más prioritásként osszák el, és úgy gondolják, hogy nem jut elegendő pénz a turizmus fejlesztésére, és valójában nem is jut. Most, bocsánat, ugye a turizmusról, ha beszélünk, akkor gyógyfürdőre gondol, vagy pedig a Tisza nyújtotta lehetőségeket is próbálnák kihasználni, vagy pedig a falusi turizmust? Hát itt mindenre gondolok, mert igazából a Magyar Kanizsa község egy 100 éves múlttal rendelkező fürdőváros. Ugye ezt a banyának köszönhetjük, a gyógyfürdőnknek, viszont azt látjuk, hogy elmaradtunk a környező községektől, településektől, pláne magyarországi fürdővárosoktól, ahol valóban a turizmus az első rendű prioritás, és a gazdaság jelentős részét ez képezi. Bár azok szerintem már inkább európai pénzből fejlesztették a turisztikai kínálatokat, vagy laikusként gondolom így. Igen, ez is igaz. Viszont volt rá nálunk is nagyon sok példa, hogy európai uniós pénzekre lehetett pályázni. És ezek a pályázatok nem azt célozták meg, hogy itt valódi turizmus fejlődés következzen be, hanem sajnos a végeredménye az lett, hogy a polgárok semmilyen hasznát ennek nem látták ezeknek a pályázati pénzeknek,
és jelentéktelen, értéktelen dolgokat valósítottak meg. Az óriási pénz, eurómilliók viszont eltűntek a ködben. Most a gyógyturizmuson kellene továbbra is ugye a hangsúlyt fektetni, vagy pedig egyéb fürdőturizmust is, ahol mondjuk azok is jöhetnek, akik nem éppen gyógyulni akarnak, csak szórakozni, üdülni? Nem csak a gyógyturizmusban kellene gondolkodni. Éppen az utolsó képviselőtestületi ülésen elhangzott, hogy Magyar Kanizsára még továbbra is várják a wellness fürdő befektetőjét. Azt már tudjuk, tapasztaltuk az elmúlt időszakokban, hogy már többször is fucsba ment a terv, alapkövet letettek és nem lett belőle semmi, fel is vették. És úgy gondoljuk, hogy egy kicsit már erről mi lekéstünk. Tehát el vagyunk maradva. De viszont nincs minden veszve. Tehát nem kell nekünk rögtön nagy wellness központban gondolkodni, hanem úgy, ahogy azt mások is tették, és kisebb települések, vagy például ahogy Mórahalmon is tették, el kell indulni valamiből. Igen, gyógyfürdőnk az van, a betegturizmus az működik, ahogy működik, viszont semmilyen bővítés nem történt ezzel kapcsolatban, és a nyáron is az történt, hogy van egy kis medencénk a strandon, amit háromszoros áron felújítottak, azt is ráadásul hitelből, és a végeredményben semmi nem változott, tehát a külalakon kívül. Tehát, hogyha van egy gyönyörű, szép, fényesre csiszolt almánk, de viszont ha belülről az rohadt, akkor azzal nem értünk el célt. És gyakorlatilag fel kellett volna alapjában újítani ezt a medencét, arra célzott ezzel az almás példával, hogy... Igen, mert valójában a medencének a külalakján kívül a legfontosabb dolgok nem történtek meg, pedig elhangzott az új polgármesterünktől, hogy igenis van vízcirkulációs rendszere a medencének, pedig ez nem igaz. Tehát szűrőrendszer nélküli medence, és ez nagyon gyorsan beigazódott a nyáron, hogy folyamatosan, akik megfürödtek benne gyermekek, betegségeket kaptak, hasmenés, hányásra panaszkodtak, és tehát végül is semmi sem változott. Na most úgy gondoljuk, hogy az helyett, hogy óriási nagy léptekbe gondolkodnánk, mi helyi szinten és addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér, a költségvetésnek az okos reformjával ki tudnánk szorítani annyi pénzt, hogy elinduljunk a községbe és készítsünk mondjuk rá egy olimpiai medencét. És utána minden évben ezt csak bővíteni kellene, még egy medencével, majd még egy medencével, és a végén kialakulhatna egy valódi wellness központ, amely turista csalogató lehet. De ilyen módszerekkel, ahogyan eddig is működtünk, ahogy az önkormányzat működik, ez nem fog megvalósulni. És miért nem tud működni a turizmus itt Magyar Kanizsán sem, de hát ugyanez a helyzet Szabadkán is, és ott is évek óta beszélnek már Palics fejlesztéséről. Voltak szlovén, nem tudom én, potenciális befektetők, azután pedig hát Palics sem fejlődött. Most nem tudom, ez is csak kérdés, vagy felötlik bennem, hogy a túl sok magyarországi lehetőség miatt, hogy az elvonza az itteni turistákat is, vagy nem tudom. Tehát ön lehet, hogy ezzel többet foglalkozik ezzel a kérdéssel, és választ tud adni, hogy miért nem működik a turizmus nálunk. Hát a Palicssal kapcsolatban nekem is sír a lelkem, amikor egy gyönyörű környezet, egy gyönyörű tóról beszélünk, ami igazi turista paradicsom lehetne. De ahogy én hallottam az ismereteim szerint, amikor úgymond a szennyvizet belengedik a tóba, és erre nem tudnak más megoldást találni. Már működik ezzel, a szennyvíztisztító. De annak ellenére is, tehát a vízminősége nem kielégítő, nem megfelelő, nem ajánlott a fürdőzésre, tehát így nem lehet egy turista paradicsomot kiépíteni, hogyha nem teremtjük meg az alapokat, a feltételeket. Menjünk tovább egy lépéssel, ugye említette a gazdaságot, hogy szívesen vállalták volna a Magyar Kanizsán azt, hogy a gazdaságot irányítják. Milyen lehetőségei vannak itt egy önkormányzatnak Magyar Kanizsán? Tehát a községek gyakorlatilag versenyeznek, hogy azt a kevés külföldi befektetőt ide vonzák, mert hát az az igazság, hogy hazai befektető nincsen túl sok. Külföldi tőke kellene, de hát az valahogy nem akar érkezni ebbe az országba. Mit tud csinálni egy önkormányzat, vagy önök mit csinálnának?
Tehát azt kell tudni, hogy az elmúlt évben és az idei évben is Magyarországon is az önkormányzat mindössze néhány millió dinárt, az idén 10 millió dinárt lát elő gazdaságfejlesztésre a 900 milliós költségvetésből. Most ez az összeg elsősorban ez egyelő a nullával, tehát ez semmire nem elegendő. Ráadásul ezzel a kis összeggel sem tudnak mit kezdeni, és csak néhány vállalkozónak szétosszák az év folyamán, de ennek valódi hatásai nincsenek. És hogy mit kellene szerintünk csinálni? Tehát ezt a választások óta is ezt hangsúlyoztuk, hogy komoly reformokat kell véghez vinni, megreformálni az önkormányzatot, a költségvetést, megszüntetni a díszmunkahelyeket. Tehát spóroljon önmagán az önkormányzat, és amit meg tud pénzt spórolni, akkor inkább azt a gazdaságfejlesztésbe gyakorlatilag beinjekciózni. Igen, így igaz. És a spórolást igen, természetesen az önkormányzatnak saját magán kell elkezdenie. És nem, hogy nem történt semmilyen reform, és nincsen szándék sem a spórolásra, továbbra is az a folyamat működik, ami eddig is. Tehát a költségvetés előre le van osztva, és a pénzmilliók ugye repülnek jobbra-balra egyik-másik irányba. Tehát nem marad itt a községben, nem marad itt a költségvetésben, és nem lehet semmilyen pozitív célra azt fordítani. Most itt felvetődik a kérdés, mikor gazdaságfejlesztésről lenne szó. Mi lenne jobb? Tehát megpróbálni külföldi beruházókat ide vonzani különféle kedvezményekkel, vagy pedig éppen helyben a kis- és középvállalkozásokat fejleszteni. Ugye azt mondják, hogy hát a külföldi tőke azért nem jó, lehet, hogy több munkahelyet terem, de ki is viszi a hasznot. Viszont, hogy a kis- és középvállalkozókat helyezzük pozícióba, akkor ők azt a pénzt itt tartják, és hát itt költik el. Igen. Azt hiszem, hogy abban mindenki egyetért, hogy az önkormányzatnak is úgy kellene működnie, mint egy sikeres vállalkozásnak. És ez nem is lehet kétséges senki számára, viszont ezeket a feltételeket a jelenlegi politika és a hatalmak nem engedik megvalósulni. Tehát nem zárhatjuk ki, hogy mostan a helyi gazdaság vagy a külföldi tőkebefektetés lenne a jobb. Igazából én azt mondom, hogy minden lehetőséget meg kellene fogni, és szükség lenne egyikre és másikra is. Tehát a külföldi tőke vonzása az arra szükség lenne. Tehát amikor látjuk most az elmúlt években is, hogy Adán fejlődik az ipari park, Zentán új vállalkozás nyílt, tehát jöttek a befektetők, minden irányba úgymond, ha nem is sok, de mégis volt tőkemozgás, addig itt Magyar-Kanizsán semmi nem történt, hát itt folyamatos volt a leépülés eddig is, úgyhogy a meglévő gyáraink is mind katasztrofális helyzetbe kerültek. A másik oldalon a helyi gazdaság, helyi emberekkel talán ez lenne a fontosabb dolog. Az önkormányzatnak itt is nagyobb a felelőssége, és sokkal jobban kellene, hogy odafigyeljen a helyi gazdaságra. Például azt tapasztaltam én is, és ez valójában így működik, hogy itt a községben csak azok a gazdaságok számíthatnak támogatásra, főleg akik pártközeli pozíciókban vannak. Hát ők nyerik el ezeket a pályázatokat? A pályázatokat. Tehát száz szónak is egy az vége, voltak és vannak olyan vállalkozások, akik az önkormányzat kiváltságait élvezik. Őket támogatják, úgymond, és egy bizonyos bevételre számíthatnak az önkormányzat részéről is. Ugyanakkor nagyon sok vállalkozás magára van hagyva, sőt, nem hogy magára hagyva, hanem kiszorítva a versenyi piacráról, és megmondják tőlük a lehetőségeket ahhoz, hogy boldoguljanak. Ezek milyen típusú vállalatok, tehát mivel foglalkoznak, akik úgymond nem kapnak segítséget, vagy pedig éppen, ahogy ön mondja, megnehezítik a dolgokat? Bármilyen típusú. Jó, most nem szeretnék ugye személyeskedésre kitérni,
de a saját vállalkozásom keresztül is érzem. Tehát, hogy itt a község területén másként gondolkodónak nincsen helye, úgymond, és nem kaphat munkát, de ezek ellenére én hiszem, továbbra is hiszek abban, hogy a becsületes munka utóbb meghozza a gyümölcsét, viszont nem engedem magamat megvesztegetni. Eddig is, ezután is mindig őszinte, szókimondó módjára elmondtam a véleményemet, ezután is meg fogom mondani, úgy az önkormányzattal és a vezetéssel kapcsolatban is. Igyekszünk állandóan konstruktívan hozzáállni az önkormányzati témakörökhöz. Ennek ellenére mégis azt a kritikát kapjuk, hogy egyetlen egy konstruktív javaslatunk sincs, ami természetesen nem igaz. Például most mi lenne a javaslat erre az időre, az elkövetkező új évre? Hát 2017-ben még nehezebb időszak áll előttünk, és sajnos azt látjuk, hogy a jelenlegi hatalom irányítása alatt nem fog semmi változni továbbra sem, semmi javulni, és hogyha jövőre fogunk beszélgetni, illetve a következő választások idején ugyanezt fogom elmondani. Számtalan megoldási javaslatunk van, és számtalan kérdés vár megoldásra. Most egy-két problémát említsek esetleg. Röviden, mert a műsoridő már sajnos lejárt. Igen. Jó, például itt vagyunk télen, és van a községünkben egy műkocsolya pálya, amelyet a gyerekek nem tudnak használni, és már 3 éve nem tudnak használni, pedig erre nagyon sok pénzt fordított az önkormányzat. Számos más probléma van, ugye az utóbbi időszakban nagyon sok probléma van a szatrak sugárzásával, tehát ugye a műsorszórás problémák. Tehát ezek ilyen apró dolgok, amelyekre oda kellene figyelni és képviselni az embereket. De viszont a legfontosabb az önkormányzatnak a valódi polgárok képviselete, amit a községi költségvetésből kellene ugye megvalósítani, és mivel az önkormányzat nem azon gondolkodik, hogy a költségvetést a polgárok javára fordítsa, ezért egyetlen megoldást látunk a jövőben. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi hatalom bizonyította az alkalmatlanságát, és éppen aktuális lenne, hogy lemondjon és átadja a hatalmat olyan kezébe, aki valóban a polgárok érdekében szeretne működni és dolgozni. Köszönöm szépen Tandari Zoltánnak, az Ukrok Községi Összefogás Polgárok Csoportja frakcióvezetőjének, hogy eljött és elmondta a hallgatóinknak, hogy ők hogyan látják az elmúlt évet és az előttünk álló 2017-et. Köszönöm. Köszönöm szépen én is, hogy itt láttam, és a község minden polgárának egy békés, nagyon boldog új esztendőt kívánunk.